Ja! Szanik Csaba Árpáddal beszélgetek a Kurszán Kende Lovas Ijász Egyesület vezetőjével. Az előbb látott edzés kapcsán szeretnék feltenni pár kérdést. Az első és legfontosabb kérdésem az lenne, hogy milyen fajtájú lovakat használnak a lovas ijászatban, itt a Kurszán Kende lovastanyán, és miért azokat? Vagy miért azt? Hát elsősorban a hal és a halfélvéreket használunk, bár ezen kívül előfordulnak másfajtájú lovak is, tehát elsősorban magyar félvér, ezen kívül más már nincsen. És ami a lényeg, hogy azért használjuk ezeket a lovakat, mert a mai közhiedelemmel ellentétben a régészeti ásatásokban a lócsont leletek egyértelmű DNS vizsgálata bebizonyította, hogy ezek a lovak voltak a honfoglalók lovai. Vagy a tiszta vérű hal, vagy az ahal félvérek. Ami a lényege ennek a dolognak, hogy próbáljuk azt az ősiségét visszaadni a lovaglásnak, a lovasharcnak, ami ebbe a lóba rejlik. Milyen tematika szerint épülnek fel az edzések? És milyen gyakorisággal? Az edzések háromféle tematika szerint épülnek fel. Van egy igazából egy ló tanítás, egy lókészség gyakorlat. Ez csikókorba kezdődik. Érdekessége, hogy az ahal csikókat nagyon könnyű rávezetni bizonyos eszközös használatra, hisz ezek katonalovak, tehát nagyon gyorsan tanulnak másfajtájú lovakkal ellentétben. Egy hátrányuk van, ami nekem előny természetesen, hogy nagyon nagy tempót tudnak futni, nagyon gyorsan tudnak futni. Mint látható volt az előbb a bemutatón, hogy ez egy kétfalas pályán megyünk a lovakkal. Nem azért megyünk kétfalas pályán a lovakkal, mert folyosóba akarjuk őket tartani, hisz annélkül is tudnánk menni velük, csak a tempó bizonyos részeinél ez így sokkal biztonságosabb. Pontosan azért, mert nekünk nem a valódi harcra kell megtanítani a lovakat, hanem annak a feldolgozására, annak az értelmezésére. És így bizonyos esetekben a kétfalas pályára szükség van. A második tematikában, amikor már a ló az eszköz tűri, elviseli, már a csikó kezd haladni, tehát elmúlik 3-4 éves, akkor kezdünk el eszközt használni a lovon, mint látható. És az a lényeg ennek a lovaglásnak, hogy az eszköz, az egy idegen tárgy a lovastól teljesen független, de nagyon érdekes, hogy természetes módon a lovasnak meg kell tanulni az eszközre figyelni, és nem a lóra. Tehát a lovaglásnak egy olyan fokát kell megérteni benne, ami nem csak szimplán a mai angol lovaglásban divatos, hogy ülök, kezem szabályosan, csuklom szabályosan tartva, és akkor ellovagolgatok a pusztába. Itt valami sokkal többről van szó. Van egy tempója a lónak, ami eléggé gyors, és ebben a tempóban nekem el kell engednem a szárat, legalább egy kézzel el kell engednem a szárat, és a másik szabad kezemmel az a valamilyen eszközzel, valamilyen tevékenységet kell végrehajtani. Az én tapasztalatom szerint a lovaglás ezen formájában ugyan sokan lőnek íjjal, de nem csak abból áll a lovasharc. Tehát van egy szabja, egy kelevész használat, mint a bemutatóban, tehát a filmen is látni lehet, és igazából az a lényege, hogy ezek a fegyvernemek ugyanúgy hozzátartoznak. Egy hátránya ismét van a dolognak, hogy ebbe a tempóban nagyon gyorsnak kell lenni, és rendkívüli módon kell figyelni az eszközök felvételénél, az eszközök megragadásánál, vagy az eszközök használatánál. Mint látható, a szabják rendkívül élesek. A szabja használatra visszatérve, a lovas szabja használatra van egy talpas szabja gyakorlatsor, amit meg kell tanulni. A szabja vágás elemeit először talpon sajátítja el valaki, rendesen sport szabjákkal. Ezek a szabják, még röviden csak annyit, hogy ezek eredeti másolatai egy honfoglaláskori szabjának méretében, markolathosszában, mindenben teljesen megegyezik egy 1000 évvel ezelőtti szabjával. És ennek a szabjának a használatát, alkalmazását csak akkor tudja valaki tökéletesen elsajátítani, ha a szabjának az éle
az megvan. Ugyanis csak éles fegyverrel lehet gyakorolni, mert a bizonyos mozdulatokat, csípő, bukamozdulat, akkor térdmozdulat, térdhajlítás mozdulat, válmozdulat, csuklómozdulat, alkal-felkar mozgása, ezt csak éles szabjával lehet gyakorolni. Ha nincs meg a szabja éle, akkor olyan lesz a szabjavágás, nagyon érdekes, mint egy botvívás. Nem fogja érezni a harcos a szabja élének a funkcióját. Mert ugyanis ezek igazából nem szúró fegyverek, annak ellenére, hogy hegyesek, ezek igazából vágó fegyverek, bent van a nevében, hogy szabja. És ebből adódóan csak akkor lehet a alkalmazását, használatát érteni, hogyha az éle a helyén van. Mint a filmeken is látni lehetett, volt egy lovas szabjavágási gyakorlat, illetve egy talpon történő gyakorlat. Kik azok a jelöltek, akik jelentkezhetnek lovasharcosnak ide a Kurszánkende Lovas Egyesületben? Most azt mondom, hogy bárki. De sok dologban ez más, mint a ma megszokott sportok, küzdősportok. Egy dolog miatt, hogy itt szembesülni kell a lóval. Egy ember elmegy az edzőterembe, elmegy egy baráti társaságba edzeni, a falak lehatárolják egyrészt a tudatát, másrészt a mozgását, másrészt a lehetőséget. Egyrészt, másrészt csak saját fizikai erejével kell számolni, tehát a bátorság és az erődominanciája, mint egyveleg, ott bizonyos keretek közé van szorítva, és a gyakorlatba belefektetett energiánál, hát finoman fogalmazva lehet az időt húzni, és lehet a tehetséget manipulálni. Ellentétben, ha egy ilyen szabjával, amivel borotválkozni lehet, felül valaki a lóra, nem lehet hibázni. Tehát teljes koncentrációt igényel, teljes odafigyelést igényel, és a harcnak ez a fajta elsajátítása, ez az én véleményem szerint archaikusabb. Tehát az ember genetikai felépítéséhez közelebb áll, igaz? A ma elkényelmesedett világban, amiben élünk, a harcnak ez a formája, és a sportnak ez a formája kivesző félben van. Ugyanis az én tapasztalatom szerint nagyon sok ember, amikor szembesül a benne rejlő hiányosságukkal, amiket fel kell tárni, amiket értelmezni kell, és amiket meg kell oldani, akkor bizony nagyon sokszor ez a dolog átmegy valami negatív töltetbe, és abba hagyja ezt a sportot. Mert ez akárhogy is nézzük, ez sport és egy életforma, legalábbis az én számomra. Miben tér el ezeknek a lovaknak a kiképzése a mai hagyományos angol lovas rendszerben történő kiképzéstől? Nem olyan merev a képzés alapesetben. Ez a legfontosabb része. A másik az, hogy mi nem korlátozni akarjuk a lovat, mint nagyon sok esetben ez van, hogy lebutítják. Ennek egy nagyon-nagyon érdekes példája. Nagyon sokszor látok lovakat, amelyek lelassult mozgás. Ez előfordul sok fajtánál, tehát fajta megnevezés nélkül. És ezt tudom, mint lótartó, lótenyésztő, hogy ez sokszor úgy érik el, hogy zabadag megvonás van a lónak. Tehát takarmány megvonás, ettől a ló megnyugszik, ettől a ló lelassul, és akkor így kezelhetővé válik a kevésbé lovas tudással rendelkező számára. Nagyon sok ilyen ló van sajnos. Nálunk ez nemhogy nem divat, ez kifejezetten káros. Az ahalfélségű lovak, ezek átlagosan elég sok takarmányt fogyasztanak, tehát átlagosan napi 6 liter zabot esznek meg, akkor is, ha nincs munka, mert bármikor lehet munka, bármikor hadrafogható lesz a ló, kell benne lenne energia, és itt jön a kulcs, hogy mi hogy érünk el egy lónál eredményt, a benne rejlő lehetőségeket használjuk ki. Tehát pont fordítva, a mai lovas tudással nem lekorlátozzuk a lovat, hanem kibontjuk mind a Mikulás ajándékát. És hány éves korban kezdődik ezeknek a lovaknak a képzés? Hát igen, ez egy érdekes kérdés, ez biztos sok embernek nem tetszik a válasz. A mai angol lovaglásban úgy tartják, hogy a ló benyergelésének az ideje az 4-5 éves korban jön el, mert úgy gondolják, hogy a ló akkor bírja el az embert, nem szegi meg a derekát, nem lesz egy csomó probléma belőle. Én egy másfajta szemlélet híve vagyok. A lovat átlagban 21-22 hónapos korban kezdem el betanítani. Erre a lónak már bizonyos dolgokat ismernie kell, hogy ez mit akar. A benyergelésre tudni kell a lónak szóra fordulni, szóra a jármódot változtatni. Mi a benyergelésig nagyon-nagyon ritkán használunk utószárat, hanem a lónak a kikötésen kívül nagyon sokszor más kapcsolata ezekkel az eszközökkel nincs.
Amikor a ló eléri azt az állapotot, hogy 21-22 hónapos, és már szóra dolgozik, tehát jármódot vált, irányt vált, és aránylag már kezelhető a ló, tehát nyugszik, akkor 21-22 hónapos korban hozzászoktatjuk a nyerekhez. Ez nagyon gyorsan történő folyamat, ott ki kell használni bizonyos etológiai folyamatokat, ez a meglepetés ereje. Az általában a benyergelése egy lónak 2 és 3 hetet vesz igénybe, attól a perctől fogva, hogy a zablát először a szájába tettük, 3 hét múlva azon a lovon lovagolni kell. Az én szisztémám szerint a belovaglás napján a lovat ki kell vinni a pusztába, és egyet kell neki futni, hogy megtanuljon dolgokat. Az a ló, amelyik erre képes és nem áll neki ellenszegülést csinálni, vagy az ellenszegülés különböző lépcsőibe belemenni, az a ló az alkalmazható lovasíjászatra. Csak olyan érdekessége, hogy mondjuk egy 30 hónapos ahal csikó, vagy egy ahal félvér csikó, a vérarány az számít, tehát egy 75%-os, 50%-os ahal csikó 30 hónapos korában, tehát 2,5 hónapos korában, 2,5 éves korában, az a 30 kilométer tud lefutni egy körülbelül 70 kilós emberrel, és az átlagosan olyan 1,5-2 óra. Ha kicsit rosszabb az időjárás, vagy dühösebb a ló, akkor hát olyan 2,5 óra alatt. Ezek az időpontok, ezek nem elméletek, ezek gyakorlati példái az a halnak. Milyen gyakorisággal kell egy lovasharcosnak képeznie magát? Értem ez alatt, hogy mennyi edzés van egy héten, azok milyen időtartamban, hogy oszlanak el? Kell-e valamilyen felszereléssel rendelkezni, vagy akár saját lóval, ha valaki szeretne lovasharcossá válni? A lovat ló is van, a saját ló is jó, sőt az a jó, ha valaki egy hozzászokott lóval jön. Tehát nem csak az ahalok mennek, tehát ha valakinek van saját lova, akár Nonius, akár Fríz, akár egy magyar félvér, ami egy nagyon jó lovat, azt is meg lehet tanítani, tehát akár egy 12-13 éves lovat is ezzel a tematikával be tudok tanítani eszközös lovaglásra, mert alapjaiban ez a neve. És akkor, ha ez a dolog a helyére áll, akkor onnétől működhet a történet. És hányszor? Én egy szigorú ember vagyok, én úgy gondolom, hogy a nap 24 órájából 26-ot legalább lovasharcos valaki, és az év 365 napjából 600-at. Na most, ha komolyra fordítom a szót, akkor a heti 3 edzés, de minimum a heti 2 edzés, az elengedhetetlen. Egyrészt azért, mert a gyakorlatok magabiztosságához hozzátartozik. Ez nem azt jelenti, hogy a heti 2-3 edzésen, amire el tud valaki jönni, hogy csak eszközhasználat van. Az edzések 90%-a, 80%-a az játék a lóval. Ügetés, tanügetés, könnyített ügetés, ezeknek a jármódoknak a gyakorlása, a vágtaugrások gyakorlása, tehát igazából a ló és a lovas közti kapcsolat elsajátítása. Lovaglás szárhasználata nélkül. És ez nagyon sok időt igényel, mert látszólag ugyanaz emberek úgy gondolják kívülről, hogy ez egy könnyű gyakorlat, de azért előfordult már, hogy komoly sérüléseket szedett össze valaki. A sérülések, az én tapasztalatom szerint, az edzés koncentrációjának a hiányából adódik. Tehát nagyon érdekes példa, amikor eljöttek emberek, hogy ők lovasharcot akarnak gyakorolni, amikor mondtam, hogy heti 2-3-szor kell gyakorolni, és az elején lepotyogtak a lóról, és mondom, több idő, energiát kell belefektetni a lovaglásba, akkor bizony ők úgy gondolták, hogy erre nincs ennyi idejük. És amikor máshol, mondjuk angol lovaglásban mondták, hogy ugyanezt a történetet, de ott nincs eszköz, csak kényelmesen lehet munkavágtát gyakorolni, meg tanügetést gyakorolni egy 30-50 méteres homokozóba, akkor arra van idő. Tehát itt ennél a fajta lovaglásnál mindig arra kell számolni, és arra kell figyelni, hogy itt van esély arra, hogy az ember a saját szégyenével szembenéz. A szégyen az, amit elmulasztunk. Mit mulasztunk el? Az edzésre és a lóra. Azt, amit megígérek a lónak, a barátomnak, a társamnak, és azt az időt elfelejtem betartani. Visszatérve itt a 30x30-as homokozóhoz, aki lovasíjász harcosnak jelentkezik, az ő edzése szigorúan korlátozódik a lovasíjász pályára, vagy akár ugrópálya, vagy terep is szóba jöhet? Mind a kettő van természetesen, mert a lókészség fejlesztéséhez, tehát egy emberugrás gyakorlásához oda meg kell tanulni ugrani. Az emberugrás gyakorlásánál nagyon fontos dolog az ugrókészség elsajátítása, tehát úgy nem lehet ugrani embert,
hogy valaki mondjuk csak 20-30-40 centit tud ugrani. Tehát egy, ahhoz, hogy egy ló ember tudjon ugrani, minimum 1-20-1-30-at kell neki tudni ugorni. Hisz a bemutatón, a harci gyakorlatban ott egy ember fekszik alul, és ott élet-halál kérdéséről van szó. Tehát igazából az emberugrás gyakorlata az egy nagyon mély lelki folyamaton megy keresztül. Lónál és lovasnál is természetesen. De ezen kívül van gyakorlati mód tereplovaglásra. A tereplovaglásnak többféle formája van, tehát vannak játékok kint. Kimegy a pusztába valaki, elrejt valamit, a többinek meg kell találni. Kimegy a pusztába valaki, a többinek őt kell megtalálni és üldözni kell. Tehát ezek nagyon széles a skálája ennek a történetnek, hogy mi mindent lehet gyakorolni. De valóban vannak terepgyakorlatok, sőt nagyon sokszor több órás terepgyakorlatok vannak. Az én felfogásom szerint van egyfajta lovaglási tudás, ami tart fél órától, tehát a nulla órától fél óráig, ez az alap, van a fél óra, a nulla órától olyan másfél óráig, ez már egy kicsivel komolyabb tudást igényel, és az én tapasztalatom szerint van a lovaglás tudásnak egy magasabb formája, amikor nulla órától tart a lovas tudás, mondjuk 8, 10, 12, 16 órát egy nyerekbe. Ezek a lovak meg tudnak tenni átlagosan napi szinten 80-100 kilométert. Azt minden nap kilovagolni, az már nem olyan könnyű. Ott már nem lehet erőből lovagolni, nem lehet a lovat izomból lovagolni. Ott csak ész és laza ízületek kellene. És van erre is mód gyakorolni. Egy jelentkezőnek mennyi időt kell várni ahhoz, vagy mennyi ideig kell edzésre járni ahhoz, hogy megmutathassa magát, hogy egy bemutatón részt vehessen? Van-e valamilyen fokozatrendszer, vagy kizárólag az ember egyéni nem, fejlődésén múlik? Vannak bizonyos szabályok, amiket be kell tartani. Ezek a szabályok a tanuló-tanító viszonya egyszer, mind a világon máshol is. Igaz, én egy közvetlen ember vagyok, tehát erről az emberek sokszor elfeledkeznek, ez egy nagy hiba. Ezen kívül van egy szabály, amit be kell tartani, a lóhoz való hűséget. Én amikor ezt az egészet elkezdtem tanítani, megalkottuk a tanyazászlót, a tanyazászló rajt van hűség, becsület, bátorság, erő. Ezeket kell csupán betartani, semmilyen más dolgot nem, csak ezeket. Ezek nem olyan nagyon bonyolult dolgok, az ember alapbeállítottságai. És a felszerelésről, viseletről, tehát minden egyéb kiegészítőről a lovon kívül, és fegyverekről mindenkinek. Ez mindenkinek sajátja, kell. Ez attól függ, hogy ki mennyire gondolja komolyan, egy ősi hagyaték továbbvitelét, továbbélését, hisz nem mi vagyunk a fontosak, hanem az a 7 éves kisgyerek, aki azt mondta, hogy ő kurszánkánd a lovas harcos akar lenni, ő a fontos. Ehhez képest a saját elszántságát, a saját maga tűrőképességét, a saját maga odaadását az ügy iránt mindenkinek magának kell eldönteni. Tehát, hogy mennyire gondolja komolyan, és mennyit akar erre a dologra kvázi áldozni. Most egy ilyen szabját megvenni, divatos szamuráj kardokkal szemben ez egy sokkal nemesebb fegyver, egyrészt, és sokkal olcsóbb. És nem kell minden héten venni belőle egyet. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm. Várjuk a jelentkezőket.